Játékmesék! Sziasztok, gyerekek! Látogassunk el most az állatkórházba! Wow! Mennyien várnak a sorukra! Először jön a nyuszika! Elvégre húsvét van! Mi történt veled, nyuszika? Nagyon verzettül nézel ki? A szemed is tiszta piros, és tele vagy mindenféle kiütésekkel. Szerintem szömörce bokorba hemperegtél, azt nem szabad. Kapsz gyorsan egy kis allergiagyógyszert, úgy, ettől gyorsan helyre fognak jönni a dolgaid. Nézzük már, mintha ott valamit látnék a fülednél. Mi van ott? Rengeteg baci! Ezeket gyorsan el kell távolítsuk. El innen, bacik! El a nyuszika fülétől. A nyuszika füle nagyon érzékeny műszer. Jó, akkor most szépen lefertőtlenítünk minden sérülést. Úgy, ezt a sok kiütést mindet szépen bekenjük egy kis fertőtlenítőszerrel. Így jó, bár sokkal jobban is nézel ki. Mit szeret a nyuszika? Mitől kap előre hamar? Persze, hogy répalevestől! Ne egyél egy kis répalevest! Egy falat. Két falat. Három falat. És már egészséges is ez a nyuszikánk! Jól van, ügyes voltál. A lényeg, nem egy szömörce bokor közelébe. Lássuk, mik vannak itt? Hát persze! Megérkezett a nyuszikánk, és egy sztárfotót kell róla készítsünk. Ne legyen már rossz élmény a kórházról. Jól van, nyuszi! Ügyes voltál! Ki következik vajon? Nagyon-nagyon nyílott ez az ajtó! Egy tigris jött be rajta! Húha! Egy igazi, hatalmas tigris! De tiszta kosz! Na nézzük, milyen egyéb problémák vannak még itt. Júj! Hát te, se fogorvosról, se fogkeféről nem hallottál még? Na akkor most fogjuk ezt a kis kampos fogót, és az összes oda ragadt húsika cafatot kiszedegetjük a fogaid közül, azután pedig jön a varázslat. Nem más, mint a fogkefe és a fogkrém. Bizony, na kis tigris, te most meg fogsz tanulni fogat mosni. Kívül, belül, alól, felül, jó alaposan meg kell mindig sikálni, hogy szépek, egészségesek és erősek maradjanak a fogaid. Másképp nem fogsz tudni antilopra vadászni. Látod, sokkal szebb. Viszont nagyon koszos vagy. Szerintem te eddig még csak a porban fürödtél. Most egy kis samponnal, meg egy szivacsal, jó alaposan megfürdetünk. Gyere, kis tigris! Úgy. Fürdős kis tigriske vagy. Nagyon jó, már szép vagy, és tiszta leszel mindjárt, csak le kell öblítsünk. Bizony, a rengeteg habtól le kell öblíteni ezt a cicát. Mindjárt kész is vagy. Úgy. Még a lábadon is ott a sok hab, az nem maradhatott. Na de most tiszta víz lettél. Na gyere. Megcárítalak. Megdörzsöllek rendesen. És szegény kis tigris csak pislog. Hát persze, el van kábítva egy picit. Nehogy itt valami rendetlenséget csináljon. Jöhet egy sztárfotó? Meg is van, mehetsz vissza az állatkertbe. Pápá, és ne felejtsd el, reggel este fogat kell mosni. Egyre kevesebben vannak. Panda, mit csináltál? Beütötted a fejedet? Nézzük, valahonnan leeshettél. Lehet, hogy túl magasra másztál fel. Bambusznádakra? Te már nagy panda vagy!
te már nem állsz ilyen magasra. Ajajajajaj! A testszkenner megmutatta azt, hogy el van törve a mancsod. Gyerünk! Helyre rakjuk ezeket a csontokat. Szerencsére nem úgy törtek el, hogy ne lehessen rendbe tenni őket. Így kapsz egy szép új sínt, és bekötözzük a fejedet is. Az is nagyon púpos. Úgy meggyógyul hamar, és a karodat sínbe rakjuk. Úgy né, meggyógyulsz, be kell venni egy kis vitamint. Bizony, és hogy erőre kapj, nekünk nincsen bambuszlevesünk, de van finom répalevesünk. Anyuszik a hagyott. Kérsz belőle? Kérd belőle! Jól van. Na? Úgy. Eszegeti szépen. Látod? Így jobban erőre fogsz kapni. Nagyon jó! Ügyes kis panda maci vagy. Azért, hogy minden rendben legyen, rólad is készítünk egy sztárfotót. Nehogy már kimaradj belőle, ezt kiteheted otthon. És emlékezhetsz, nem szabad túl magasra fölmászni, mert akkor könnyen leesik a panda. Na ki vár még ellátásra? A cica! Te pedig, mit csináltál, ciculi? Kergetőztél az egérkével? És nem te kaptad el az egeret, hanem az egérke téged? Na gyere, megszabadítalak tőle. Mert ha nem vennéd észre, bizony! Egy egérke harabdálta a farkad végét. Szerintem beszaladtál utána a tüskés bokorba, de hogy lehet az, hogy ő vadászott le téged, és nem te őt? Szerintem erről hallgassunk, amikor a többi cicával beszélgetsz, ki fognak nevetni. Na, már csak ez a két levélke van. Úgyni, de olyan apró, alig lehet őket megfogni. Hát, ha már az apró dolgoknál tartunk, van néhány tüske? Ezeket el kell távolítani. Sajnos, muszáj. Igen. Tudom, hogy fáj. Látod, cicus, ezért nem szabad beszaladni a rózsabokorba. Még akkor is, hogyha az egérke ott van bent. Rengeteg rajtad a sérülés, ezeket le kell kenegessük. Úgy. Szépen mindent. Nagyon jó. És már csak a nagy vágásokat kell. Egy kis vérzéscsillapítóval lekenjük. Úgy. Ez fertőtlenít is. És gyorsítja a sebgyógyulást. Nagyon jó. De a farkad végét sajnos. Nagyon megrágta az a fránya kisegér. Ezt be kell kötözzük. Jó lesz így. És mivel húsvét van, jöhet neked egy sonka? Szereted a sonkát? Ha-ha! Hogy ne szeretné? Kis cicánk már boldogan nézeget. Jól van. Na, te rólad is készítünk egy gyönyörű szép fotót. Úgy, ezt kitehetjük majd, hogy lássák az emberek, milyen szép cicát gyógyítottunk. Van még valaki? Kutyuli, veled mi történt? Te hogy kerültél bajba? Meggyógyítunk, de mit csináltál? Gyorsan meg kell ultrahangozzunk. Külsőleg nem nagyon látok nagy problémát. Ajaj, viszont belül a pocakot tele van mindenféle lommal. Ugye nem a szemétből lettél már megint? Hát persze. Chipses zacskó. Cukros zacskó. Pénzérme. Jaj, kutyuli. Már sokszor mondtam, nem szabad a szemetet túrni és a szemétből lenni. Miért kell ezt csinálni? Chili paprika. Hát az nagyon csípős. Tönkreteszi a kis gyomrodat. Na ezért most kapsz egy kis injekciót. Mert hát, nagyon fontos az,
hogy megerősödj, ezért egy kis vitamininekciót és egy kis antibiotikumot kell kapjál. Sajnos gyulladásba lépett a gyomrod. De hogy mitől lett az a rengeteg sérülés rajtad? Hát megmondom, ahogy turkáltál a szemetesben, összevagdaltad magad. Nem baj, beragasztottuk egy kis raktapasszal. Hogy meggyógyuljon a pacakod minél hamarabb, húsvét lévén neked is adunk egy kis finom sonkát. A húsvéti sonka nagyon jó, és szeretik a húsevő állatok. Jól van. Vigyázz magadra, kutyuli. Rólad is készítettünk egy szép fotót. Gyönyörű kis kutya vagy? Ennyi volt hát ez a mese. Remélem ti is nagyon vigyáztok az állataitokra. Ha szeretnétek hasonló meséket látni, nézzétek meg a játékmesék további epizódjait is, és ne felejtsetek el feliratkozni. Pápá, és viszlát! Játékmesék!